érzés egy olyan közösségbe tartozni, ahol mindenki tök önkéntesen ugyanazt akarja csinálni, amit te szeretnél csinálni, és egy ilyen non-profit hozzáállással, ami számomra nagyon fontos. Tehát, hogyha már ebből élnék, vagy ez jelentené számomra mindennapi kenyeret, akkor az már nem ugyanaz. Tehát akkor az a munkám. Nekem akkor, amikor 20 éves fejjel találkoztam ezzel az egész jelenséggel, na is volt kérdés, hogy én azzal fogom kezdeni, hogy belépek az Egyesületbe, és az Egyesület kereteiben ugye önkéntesként fogom ezeket a tevékenységeket végezni. Én akkor, amikor ide kerültem és találkoztam ezzel az egésszel, akkor találkoztam azokkal a velem egykorú vagy nálam már akkor idősebb volt szakköri tagokkal, akik ugye a Bélának a madarás szakkörében a szárnyai alatt nőttek fel, hogy úgy mondjam, akár 8-10-12 éves koruktól kezdve. És a velem akkor megfogalmazódott, ezt én sokszor szoktam mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy egy olyan városban nőttem föl, ahol nem volt egy ilyen lelkes és húzó személyiség, mint ahogy itt Baján a Béla. Ez az egész, ez valahol mégiscsak elme az egész. Tehát, hogy az csak vannak olyan helyzetek, amikor valamit egy ilyen országos szervezetként kell csinálni. És mindig, tehát mutatni, hogy mi ez az országos szervezet vagyunk. De vannak olyan helyzetek, amikor előnyösebb, ha ezt egy kis csoport, egy helyi kis közösség csinálja. De attól még az ugyanaz,